Karkötők készülnek a Debreceni Egyetem egészségügyi karának aulájában. Az intézmény védőnői, módszertani és prevenciós tanszéke idén is csatlakozott az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez. Péntek délelőtt a tanszék dolgozói és hallgatói készítették itt a gyöngycsorokat. Az intézmény számára fontos a szemléletformálás, a társadalmi szerepvállalás erősítése. A méhnyakszűrés szervezésében, lebonyolításában ugyanis a védőnők is részt vesznek. A 25 és 65 év közötti nők, akik 3 éve nem vettek részt ezen a népegészségügyi célú szűrővizsgálaton, ők behívó levelet kapnak, és a lakóhelyükhöz ezzel ők is az alapellátás kereteiben vehetik igénybe ezt az ellátást. És ezáltal bízunk abban, hogy a védőnő a munkája során egy olyan bizalmi viszonyt alakít ki ugye a gondozottaival, illetve a lakossággal, hogy őket megszólítva el tudjuk érni esetleg azt, hogy akik eddig nem vették igénybe ezt a fajta szűrést, azok elmenjenek erre a szűrésre, mert a szűrés az életet menthet. A hazai programsorozat főszervezője 2014 óta a Májva Virág Alapítvány. Alapvető céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra, a méhnyakrák az egyik olyan daganatos megbetegedés, amely megelőzhető. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház minden évben csatlakozik az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez. A szakemberek az éves szűrés mellett a védőoltás fontosságát hangsúlyozzák. Ennek felvételét pedig már általános iskoláskorban javasolják. A védőoltás az javallása alapján elsősorban azon fiataloknak javallott, és itt fiúk, lányok egyaránt fertőződhetnek ezzel a vírussal, akik még a szexuális életüket nem kezdték el. Kampányoltás keretében kérhető, választható a védőoltás a 7. osztályos lányok esetében, már elég régóta állami támogatással. De természetesen azoknak a felnőtt nőknek is javallott a védőoltás felvétele, akinek jelenleg az éppen aktuális életszakaszában nincs aktív HPV vírusfertőzés, bár ha a vírussal találkozott már a szervezet, de nem aktív ez a vírus a szervezetében, akkor ugyanúgy ez az oltási sorozat felvehető. Gyöngyfűzést a megyei kórházban és a Mirákulum Egyesületnél is szerveztek. Az elkészült karkötőket a kórház onkológiai osztályának betegeihez juttatják majd el az önkéntesek.